Kedves kollégák, sok szeretettel köszöntök mindenkit a mai Code Week webináriumon, amelynek témája a 2020-as Code Week, amely kereken egy hónap múlva kezdődik. Én Főző Attila vagyok, a Code Week nagykövet itt Magyarországon, és éppen a mai napon fejeződött be az a kétnapos Code Week találkozó, amely hát minden szeptemberben megrendezésre kerül. Igaz, hogy korábban offline körülmények között Brüsszelben szokott ez lenni, de ahogyan márciusban is és júniusban is történt, most is online módon zajlott, és két napon keresztül tartott. Itt a Code Week nagykövetek, a Code Week vezetőtanárok, oktatási koordinátorok, és a Code Week-nek a szervezői, a bizottság részéről, a European Schoolnet részéről, és egy berlini kommunikációs partner részéről együttesen került megrendezésre, és ennek a híreit fogom megosztani veletek. Tehát, ahogyan látszik is, október 10-én kezdődik, és 25-éig tart a Code Week, a programozás hete, de ahogyan ez minden évben megszokott, ez egy kijelölt időszak, több is, mint egy hét, kettő valójában, és igazából ez egy ünnepi periódus, előtte és utána is lehet eseményeket szervezni, és azokat országvilágnak meghirdetni akár, és bejegyezni a nemzetközi oldalon, de nem futok előre, majd erről fogok beszélni részletesebben. A fotó, ami a nyitó képernyőn látszik, hát talán egy másfél évvel ezelőtt készült egy olyan alkalommal, amikor még ugye élőben találkozhattak a nagykövetek, és ez az Európai Bizottság épületében szokott lenni ez a találkozó, és minden alkalommal meglátogatja a csapatot egy EU biztos, aki valahogyan kapcsolódik a digitalizációhoz. Ezen a képen éppen Mária Gabriel EU biztos, bolgár EU biztos látszik, könnyen meg lehet különböztetni, mert az első sarban áll, és világos színű nadrág van rajta, mindenki máson valami egyéb ruházat van. És akkor szeretnék néhány konkrétummal szolgálni. Először is mindazoknak, akik még nem jól ismerik a Code Week intézményét, vagy a Code Week kezdeményezést, azoknak szeretném elmondani, hogy ez egy alulról jövő, alulról szerveződő és önkéntesek által működtetett kezdeményezés. Ez azt jelenti, hogy mindazok, akik ebben dolgozunk, azok mind társadalmi munkában végezzük, abban a hitben, hogy ez egy fontos dolog, hiszen egy olyan időszakban vagyunk, egy olyan történelmi időszakban, amikor a kódolás, a algoritmikus gondolkodás, a számítógépes gondolkodás, a programozás fontos szerepet játszik, hiszen ezáltal sokan képesek vagyunk a világunkat befolyásolni és alakítani a jövőnket, ahogyan itt a kivetített idézetben is ez szerepel. Ugye ezt Alessandro Bojoló professzor mondta, aki az EU Code Week
szakmai koordinátora, és ő az olasz EU Kódvik nagykövete egyben, és az Urbinói Egyetemnek a tanára, és több kódvikes kezdeményezés és speciális lehetőség mögött az ő csapata áll, fogok többet is mondani most is ebben az előadásban. A központi koordinációt az Európai Bizottság csapata végzi, egy néhány fős tím, és ők szervezik a főbb eseményeket, ők finanszírozzák a kódvik.eu címen található honlapot, és hát szakmai információval látnak el minket nagyköveteket, illetve ők állnak partneri kapcsolatban a European Schoolnet-tel, akik az oktatási koordinátorok és a vezető tanárok közösségének igyekszik segíteni. Itt látható, hogy tulajdonképpen ez a háromféle mozgató csapat van, a nagykövetek, a koordinátorok, akik általában az oktatási minisztériumokban dolgoznak, Magyarország esetében az oktatási hivatalban, és a vezető tanárok, akikből Magyarországon is van jó néhány, éppen nemrégiben választották ki erre az évre az új vezető tanárokat, és egy néhányukkal kapcsolatban is voltam, tehát ők jelezték, hogy vezető tanárok lettek, de nem tudom pontosan, hogy ki mindenki, majd így a felkészülés alatt biztosan megmutatják magukat a közösségi médiában. És hát a csoportképek mellé tettem egy olyan csoportképet is, ami tegnap este készült. Ilyen most a megbeszélés, vagy ilyen most a Code Week Meeting, ahol beszéltünk arról, hogy hogyan lesznek idén az események. Ki vesz részt, kinek szól, ki vehet részt egyáltalán? Hát természetesen a Code Week nagyon nagy részt iskolásokat és tanárokat szólít meg, de ez azért van, mert ők hát egy ilyen nagyon szabad szemmel jól látható közösséget és jól működő közösséget jelentenek, de ez nem jelenti azt, hogy a Code Week ne lenne sokkal általánosabb, tehát ez olyan, mint a karácsony, úgy szoktam mondani, hogy nem csak a kisgyerekeknek van, hanem mindenkinek, a Code Week is mindenkinek, tehát felnőttek, idősek, fiatalok, munkanélküliek, munkavállalók, cégek, főleg IT-szektorban levő cégek, vállalkozók, döntéshozók mind részt vehetnek a Code Week eseményekben, és sok helyen a világban részt is szoktak venni. És ha már a világról van szó, akkor a Code Week kezdetben Európából indult, ezért EU Code Week a magja, de néhány éve már nemzetközivé sokkal nyitottabbá vált, tehát ez azt jelenti, hogy a többi kontinensen is megjelentek Code Week partnerek, úgyhogy ezért van az, hogy a Code Week-et sokszor csak Code Week-nek nevezzük, mert mondjuk Indiában, vagy Kínában, vagy az Egyesült Államokban, mondjuk, vagy Tunéziában nem EU Code Week van, hanem csak Code Week, és minden évben van egy nagy térkép, egy világtérkép, ahol lehet látni, hogy mennyi esemény van országos szinten bejegyezve már. Ez a kép, amit látszik, ez tegnapi fotó, tehát látszik, hogy van három ilyen intenzívebb szín, intenzívebb ilyen
ilyen magenta jellegű színnek mondanám, és hát mindjárt látszik is, hogy Lengyelország és Törökország mellett a legtöbb esemény jelen pillanatban Ausztria részéről van bejegyezve, ami mondhatnám, hogy bomba meglepetés, ilyen még Ausztria történetében nem volt, tehát általában nem szokott az első 10-ben lenni, de most valami nagyon megindult, úgyhogy hát idén őket kell megelőznünk, de majd beszélek erről, hogy hogyan van ez az országok közötti versengés. Az biztos, hogy bármilyen programozással kapcsolatos, digitalizációval kapcsolatos esemény történik, azt be kell jegyezni ezen a kódvig.eu oldalon, és akkor fölkerül a térképre, és akkor ott az mindenki számára látszik, hogy ott mi történik. Az események többfélék lehetnek, zárt körűek meg nyíltak is, erről is fogok majd mindjárt beszélni. Egy pár számot a múltról, ugye ez most a 8. kódvik lesz immár. Látjuk, hogy 2013-ban 26 európai országgal indult, 2019-ben pedig már 84 országban volt több mint 72 ezer esemény, és minden évben rettenetesen megdőlnek a rekordok, hiszen tavaly, tehát 17-ben még körülbelül 1,2 millió résztvevő volt, addig tavaly már 4,2 millió volt a résztvevők száma. Ugye ez egy becslés abból, hogy minden eseményszervező meg szokta adni, hogy az ő eseményén végül hányan vettek részt. Nem titok, hogy ez a mostani webinárium is egy eseményként van bejegyezve a kódvig.eu-n, és amikor véget ér, majd be fogom írni, hogy hányan vettünk részt ezen az eseményen, és ezzel majd a összstatisztikához hozzájárulok. Itt látszik, hogy tavaly, vagy általában mi szokott lenni a végeredmény, ugye Málta szokott nyerni, és hát ezt meg kell magyarázni, hogy miért. Azért, mert általában ugye a kis lakosságú országok, hogyha aktívak, akkor bizony nagyon könnyen nyerhetnek, hiszen lakosság arányos a számítás. Tehát látni lehet, hogy mondjuk Törökországban több mint 20 ezer eseményt jegyeztek be, de a lakosság is sokkal nagyobb, mint mondjuk Észtországban, ami a negyedik helyen látszik. A legfrissebb táblázat mindig megnézhető a kódvig.eu-n, ott az eseményeknél van egy eredménytábla nevű menüpont, és ott meg lehet nézni. Jelen pillanatban Magyarország, vagy hát mondjuk 2 órával ezelőtt Magyarországon 71 bejegyzett esemény volt a kódvikre, ami még a nagyon az elejét jelzi, és ezzel 20. helyen voltunk. Voltunk a legjobb 10-ben is már az elmúlt években, sőt általában a legjobb 10-ben szoktunk végezni, úgyhogy a mi közösségünk nagyon ügyes és nagyon aktív, és bízom benne, hogy ez idén is így lesz. Ugye vannak itt a résztvevők között külhoni magyar kollégák is, ők ugyanolyan módon részt vehetnek az eseményekben, az a különbség, hogy amikor bejegyzik a saját eseményeiket, akkor az adott ország térképén fognak megjelenni, és az ő eseményeiket az adott ország nagykövetei hagyják jóvá.
Ez nem jelenti azt, hogy nem tudunk együtt is csinálni valamit, erről is fogok beszélni, hiszen ennek már jó hagyományai vannak a digitális témahét kapcsán is. Nézzük meg, hogyan történik ez az aktivitás a Code Week esetében. Tehát először érdemes kitalálni valamit. Mi az? Egy olyan eseményt, amivel népszerűsítjük a programozást, a digitalizációt, az algoritmikus gondolkodást, a gyerekek, felnőttek, bárki körében. Akár lehet az is, hogy gyerekek és szülők együtt, vagy gyerekek és nagyszülők együtt vesznek részt valamilyen eseményen. Lehet ez előadás, lehet ez közös programozás, lehet egy bemutató, lehet, mint majd később ki fog derülni, lehet tánc, lehet sok minden. Egy biztos, hogy a normál tanóra az nem számít Code Week eseménynek, amennyiben nem valami különleges dolog történik. Tehát, hogyha tanórán csinálunk valami olyat, amit soha máskor nem szoktunk, az bejegyezhető, de hogyha amúgy is tanulunk mondjuk programozni az órán, akkor az nem különleges, nem a Code Week kedvéért szervezett esemény. Tehát miután kitaláltuk, meg kell szervezni egy vagy több ilyen eseményt, van, ahol vetélkedő van, ahol verseny, van, ahol valami különleges feladatlappal készülnek a tanárok. Nagyon hosszan lehetne sorolni, mi minden fordulhat elő. Ezután regisztrálni kell az eseményt a codeweek.eu oldalon. Ugye attól függően, hogy amikor regisztrál az ember oda, hogy milyen országot ad meg, rögtön az esemény regisztráció az a adott ország nagykövetéhez fog kerülni, ki eldönti, hogy jóvá hagyja, vagy elutasítja, vagy törli az adott bejegyzést, az eseményt. Hát elárulom, hogy általában jóvá szoktuk hagyni, főleg azért, mert jól szokták bejegyezni a kollégák az eseményeket, és miután jóváhagyás történt, az esemény fölkerül a térképre, és ugye megtörténik maga az esemény, és utána, miután megtörténik, egy úgynevezett riportot, tehát egy jelentést kell elkészíteni, de nem kell ettől megijedni, összesen 4 kérdésre kell válaszolni, és meg kell adni, hogy hány résztvevő volt, és ezzel vége, ezzel jeleztük azt, hogy amit elterveztünk, ez tényleg meg is valósult, és ezen hányan vettek részt. Tehát ez tulajdonképpen ennyi, semmilyen adminisztratív teendője nincs, amúgy nincs kötelezettsége senkinek. Az igen, hogy vigye el mindenki a jó hírét a Code Week-nek, a digitalizációnak, a programozásnak, és ezáltal az ország aktivitását is megmutatja mindenki, aki szervez valamit. Ugye a digitális témahét az tavasszal szokott lenni, és a digitális témahétnek ez a Code Week az előszobája szokott lenni, vagy előfutára. Ez kicsiben történik, és amit nem hangsúlyoztam eléggé, hogy a kódolás, programozás, algoritmikus gondolkodás, a digitális technológia az nem csak az informatika tantárgy sajátossága, hanem ezt bármilyen korban és bármilyen tantárgyban lehet művelni. Nagyon nagy büszkeség, hogy rendszeresen nagyon jópofa projektek vagy események szoktak lenni óvodásokkal például, vagy olyan események, ahol iskolások különböző évfolyamai egymást tanítják, vagy van ilyen szülő-gyerek programozás, amikor bejönnek a szülők, és akkor a gyerekek megtanítják valamire a szülőket.
ha erre van lehetőség éppen. Nem titok az, hogy a Code Week idén meghirdette azt, hogy online módon zajlanak az események, vagy az események nagy része. Így látjátok majd hirdetni a Code Week nemzetközi platformjain. Ez a pandémia miatt van, ugye vannak országok, ahol már is digitális munkarendben dolgoznak az iskolákban, van, ahol csak részben, van, ahol még minden rendben levőnek tűnik. Az biztos, hogy a korábbi években megszokott teljesen szabadon szervezett eseményekről most kevésbé lehet beszélni, ezért nagy hangsúlyt helyez a Code Week arra, hogy minél több lehetőség és példa legyen online eseményekre, és lesznek is ilyenek, és mindenki szervezhet is ilyeneket. Tehát online is, digitális munkarendben is részt lehet venni a Code Week-en. Nézzük meg, hogy néz ki a regisztráció egy eseménynek. Ez az az oldal, azt az oldalt mutatom, ahol az ember egy eseményt regisztrál. Itt élesebb szeműek látják, hogy a narancssárga részen van egy fölösleges E betű. Ezt hát nem én követtem el. Ez így van az oldalon. Igyekeztem jelezni, remélem majd eljut a fordító csapathoz, és kijavítják, hogy oda nem kell egy plusz E betű, de azt hiszem, hogy enélkül is tudunk működni. Tehát látszik, hogy meg kell adni a tevékenységnek a címét, tehát például ma beírtam, hogy webinárium, és beírtam, hogy mi a címe. A szervezet neve, ugye ide jön az iskola neve, a szervezet típusa az egyértelmű, az esemény típusa az érdekes, itt az esemény típusánál meg kell adni, hogy nyílt vagy zárt eseményről van szó. A zárt azt jelenti, hogy csak bizonyos emberek vehetnek részt rajta, tehát mondjuk egy iskolai rendezvény az zárt. És hogy online vagy offline eseményről van-e szó. Ez különösen fontos az előbb elmondottak fényében. Utána jön a leírás. Ez a leírás egyrészt azoknak szól, akik megtalálják a térképen az eseményt, másrészt szól a nagykövetnek is, hogy tudja, hogy ez milyen esemény, tényleg illeszkedik-e a Code Week céljaihoz, és tényleg egy non-profit jellegű eseményről van szó, ugyanis a Code Week egy non-profit szerveződés. Általában azt szoktuk mondani, hogy olyan eseményeket lehet bejegyezni, amelyek, ha extrém esetben térítésesek is, akkor is csak valami önköltségről lehet szó, de általában ilyennel nem szoktunk találkozni. Ezek az események bizony ingyenesek, és ez így van jól. Ami ezt nem jelenti azt, hogy profitorientált cégek nem szerveznek, és nem szervezhetnek ilyen eseményt, nagyon is tehetik, és kérek mindenkit, hogy biztassa a szülőket, akik esetleg az IT-szektorban dolgoznak, hogy jöjjenek el, vagy bízzanak meg előadókat a cégtől, és tartsanak a gyerekeknek érdekes előadást ezekről a szakmákról, vagy arról, hogy hogyan működik a digitalizáció, de a nagy cégek közül sokan szoktak Code Week eseményt szervezni, és ez azt jelenti, hogy ők is értik, érzik ennek a fontosságát. Magyarországon is van legalább 10-15-20 cég, akik rendszeresen meg szoktak jelenni a Code Week környékén. Honnan tudjuk, hogy kik ezek? Onnan, hogy az események között, miután már majd több esemény föl lesz rögzítve, akkor lehet látni, hogy kik szervezik, és sok olyan van, ami nyitott, tehát el lehet menni másoknak, gyerekeknek, osztályoknak is az adott eseményre, vagy ha most idei helyzetet nézzük, akkor ezeket az eseményeket
online lehet látogatni. Utána megadjuk a célközönséget, elég széles a célközönség, de lehet választani, megadjuk a témakört, itt is nagyon sok minden van, utána jön a cím, itt meg kell adnunk, hogy hol vagyunk, tehát ez egy földrajzi kérdés, és ez azért fontos, mert a térképen leteszi az adott helyre. Itt, hogyha beírjuk a települést, akkor általában a térképet hozzá lehet igazítani, hogy pontos legyen a helyszín, de nem minden eseménynél érdekes ez. Tehát például, ha online eseményről van szó, akkor ez nem fontos. Az ország egyértelmű, a kezdete és a vége az eseménynek szintén egyértelmű. Megadunk egy honlapot, ahol esetleg további információk érhetők el, vagy egy regisztrációs űrlap. Itt fel kell tüntetni egy e-mail címet, ahol a szervezővel kapcsolatba léphet az, aki érdeklődik. A tegek közé feltesszük a legjellemzőbb címkéket, amelyek az esemény jellemzik, és itt nem látszik, de föl lehet, és javasolt is, egy képet is tölteni az adott eseményhez, tehát ami egy iskolai logó, vagy valami is egyéni dolog. Ha nem, akkor ilyen Kódvik logó lesz a helyén, de ha valakinek fontos, hogy a saját brandje megjelenjen, akkor erre figyelni kell. És akkor ott látszik egy olyan rubrika, hogy programozási hét mindenkinek kód. Ez egy olyan kód, amit minden esemény megkap, és abban az esetben, hogyha több csapat együtt akar egy eseményen részt venni, esetleg határon túl is együttműködés bontakozik ki, akkor ennek a kódnak jelentősége van, azt kell ide beírni, erről fogok külön beszélni. Ez a programozásit mindenkinek című kihívás, vagy Code Week for All Challenge, így lehet megtalálni. Aki itt winningezik, az biztos, hogy fog találkozni ezzel a dologgal, és azok is, akik a jövő héten induló nagyszerű kis képzésen részt fognak venni, azok is fognak ezzel találkozni. Említettem, hogy vannak vezető tanárok, úgynevezett leading teacherök, akik a Code Week népszerűsítését segítik, azzal, hogy ők maguk is szerveznek eseményt, de igazából akkor, hogy mondjam, igazi vezető tanárok, ha olyan eseményeket is szerveznek, és olyan közösségeket is megszólítanak, akik az iskolájukon kívül vannak, tehát az egész, hogy mondjam, mondjuk a közösségi médiában, vagy tágabb környezetben segítenek terjeszteni a Code Week hírét. Ezeknek a tanároknak egy része a nagykövettel is kapcsolatba szokott állni, vagyis mondjuk velem, és sokan szoktak webinárium előadást is tartani, idén is így lesz ez. Akiket ismerek, azokat meg szoktam keresni. Az eredmény tábláról már beszéltem, tehát ez a legfrissebb állapot, vagy a, hogy mondjam, a friss állapot közelében levő adat, mert ez állandóan változik, tehát közel 10 000 esemény van már bejegyezve erre a Code Week-re. Még egyszer hangsúlyozom, hogy nem kell az eseménynek pont a Code Week-re esnie. December 31-én szokták lezárni a számítást, de mi a Code Week végén, október 25-én szoktuk tulajdonképpen meghúzni a vonalat, utána már nem nagyon nézzük, hogy mennyire nő, mert kevésbé szokott nőni, de a nemzetközi közös események miatt ez ki szokott tolódni. Tehát bármikor lehet. Ahogyan említettem, a normál tanúra
Nem, de a speciális tanóra lehet kódvik esemény, tehát ha a kódvik kedvéért a tanórán csinálunk valami érdekeset, és még egyszer hangsúlyozom, hogy bármilyen tanóráról van szó, későbbiekben fogjátok látni, hogy igencsak tantárgyközi lehetőségek vannak. Egy nagyon lényeges dolog, amely minden évben, hogy mondjam, nehézséget szokott okozni, az az, hogy akkor, ha valaki mondjuk szervez az iskolában egész héten, minden nap valamit a gyerekeknek, akkor azt hogy kell bejegyezni? Általában, a kényelmi szempontok azt mondják, hogy akkor írjuk be, hogy akkor október 10-től 25-ig nálunk mindig lesz valami, amit mi kínálunk a gyerekeknek. Ez szuper dolog, nagyon jó. De ha így jegyezzük be a codeweek.eu oldalon, akkor ugye meg fog jelenni a térképen, hány esemény lesz? Egy. De valójában nem egy esemény, nem egy darab esemény történik, hanem mondjuk minden héten, vagyis mind a két hétben mondjuk egy minden nap. Ez azt jelenti, hogy már mindjárt akkor 10 eseményről van szó. Ha még naponta több is van, tehát több osztály vesz részt, akkor meg már még több. És hát ugye az országok helyezésénél egyáltalán nem mindegy, hogy egy eseményt írunk be, vagy 10-et. Úgyhogy ezért nagyon kérek mindenkit, hogyha ő több csoportnak szervez programot, vagy ugyanannak a csoportnak különböző dolgokat, akkor az több eseményként vigye föl. Tehát mindig az egyetlen dolog, amiért jelezni szoktam a bejegyzésnél, hogyha ez van. Tehát, hogyha látom, hogy ötnapos eseményt jegyzett be valaki, akkor ha csak az nem arról szól, hogy egyetlen egy gyerekcsoport 5 napig dolgozik egy projekten mondjuk, akkor az tényleg egy eseménynek oké. De hogyha 5 napon keresztül sokféle program van sokféle gyereknek, tehát nem ugyanazoknak a gyerekeknek, vagy ugyanazoknak, de egész más lehetőségek, tehát egy program sorozatról van valójában szó, akkor kérjük, hogy ezt külön jegyezze be mindenki. Ha ilyen van, akkor én mindig írni fogok egy e-mailt, és kérem, hogy ez történjen meg. Elárulom, hogy Ausztria nem véletlenül van az első helyen, valószínűleg erre nagyon odafigyeltek, és így csinálják a törökök, a lengyelek, mindazok, akiknél ilyen hatalmas számok szoktak lenni. Ez nem csalás, hanem a realitásnak a bejegyzése. Úgyhogy azt szoktam mondani, hogy az, hogy Magyarország hol áll ezen a táblázaton, mennyire tűnik aktívnak, és ahogyan látjátok a oldal tetején, mely országokban dübörög a programozás, az rajtunk is múlik, tehát rajtunk is múlik, hogy az országaink hol szerepelnek. Egyébként általában mi olyan az egyik szomszédunkkal szoktunk, sőt két szomszédunkkal szoktunk hasonló helyezésen osztozni, és nagy versenyben vagyunk egymással. Az egyik Románia, a másik pedig Szerbia, ahol a nagykövetet úgy hívják, hogy Vörös Csaba, és hát nagyon kedves barátom, aki ugye magyarként irányítja az ottani eseményeket, és nagyon sok érdekes eseményt szokott szervezni. Tekintettel arra, hogy itt a digitális témahét kapcsán is sok ilyen határon átnyúló magyar együttműködés szokott lenni, idén tervezek olyan webináriumot és olyan projekt javaslatokat, vagy játékos javaslatokat, amelyekben a szomszédos országokban levő kollégákkal együtt szeretnénk működni.
ezt most kifejezetten célzásnak veheti mindenki, aki itt Felvidékről vagy Erdélyből van ezen a webináriumon, ahogyan látom a résztvevők listáját. Itt, hát ahogy mondtam, tavaly több mint 80 ország volt, tehát bizony sok ország van. A nagy országoknak nagyon nehéz dolguk van, tehát Kína, az Egyesült Államok nagyon nehezen tud itt megmoczanni, vagy India, mert hiába szerveznek sok eseményt, a nagy lakosság szám miatt nehéz elől végezni. És akkor néhány újdonsággal szeretnék szolgálni. Először is, idén először élő online megnyitója lesz a Code Week-nek, ahogyan mondtam, a Code Week online jegyében, és ez október 8-án lesz 17 órakor, élőben fogják közvetíteni ezt a megnyitót a Facebookon és a YouTube-on. Ja, a Facebookon is van a Code Week-nek oldala, és a YouTube-on is van Code Week csatorna. Most a nemzetközire gondolok, tehát az EU Code Week-re, mert nekünk is van. Lesz az Európai Bizottság részéről ismét lesz EU biztos előadó ezen a nyitó eseményen, és még több előadó lesz, nem is mondták el, hogy ki mindenki, de egyet igen, és őt ide tettem, ahogy úgy mondjam, a Scratch-nek az atya, Mitch Resnick, és előadást fog tartani, gondolom Amerikából. Úgyhogy ő egy nagyon jó előadó, és nagyon, nagyon, nagyon rokon szembes figura, és hát a Scratch az egy olyan közös nyelv, amit tulajdonképpen minden iskolában tanítanak a gyerekeknek. Úgyhogy október 8-án érdemes beírni a naptárba, október 8-17 órakor lesz ez az online esemény. Nézzük az újdonságokat, mik lesznek idén olyasmik, amelyek korábban nem voltak, vagy változás az előző évekhez képest. Az egyik az, hogy készül egy nemzetközi naptár azon események számára, amelyek egy országban lesznek, de más országok számára is érdekesek. Itt online eseményekről van szó, olyanokról, amelyek mondjuk angolul zajlanak, és szívesen látnak bárkit, előadások, bemutatók lehetnek ilyenek, de olyan előadások és események is ide kerülhetnek, amelyek nem angol nyelvűek, hanem más nyelvűek is. Tehát ha például szervezünk egy olyan előadást, például amelyben magyarul fogunk előadni, és a szomszédos országokból is lesznek kollégák, akik előadnak, akkor az is egy nemzetközi nyílt esemény lesz, és ebbe a nemzetközi naptárba bekerülhet. A nemzetközi naptárba eseményt a nagykövetek vehetnek föl, tehát hogyha látunk olyan eseményt, ami ilyen, bárki, ha szerveztek ilyet, akkor ezt beszoktuk tenni. Itt megint szeretném hangsúlyozni, hogy a Code Week rendkívül szoros partnerségben áll más hasonló nemzetközi kezdeményezésekkel Európában is, azon kívül is, tehát itt nincsen semmiféle rivalizálás, tehát nagyon sokszor van, hogy az eTwinning-ben résztvevők a Code Week-hez is csatlakoznak, vagy ők is rendeznek olyan eseményt, ami a Code Week-en érdekes, de van a kódolás órája is, egy olyan világesemény, ami egy rövidebb, más jellegű, az is, annak a tartalmai, tananyagai is elérhetők például a Code Week-en belül. A következő talán a legérdekesebb, ez a Code Week Dance Challenge. Hát ez tulajdonképpen táncot jelent, és Code Week táncot jelent, egy kihívást, erről fogok külön beszélni mindjárt. A következő pedig az online
Treasure Hunting Game, tehát egy kincskereső játék. Aki tavaly előtt részt vett a Code Week-en, az tudja, hogy volt egy kincskereső játék, ami nem online volt, hanem nagyon is offline, ki kellett menni valahova, és ezt mi és ti építettétek ki az adott pályát, és mobiltelefonnal lehetett játszani, mégpedig a mobiltelefonon levő Telegram applikációval, és egy ilyen robottal lehetett játszani csapatoknak, ilyen állomásokat kellett felkutatni, mondjuk Google térkép segítségével, és ott különböző feladványokat kellett megoldani, mind ilyen algoritmikus gondolkozással kapcsolatosakat. Nos, idén a pandémia miatt az Urbinói Egyetem csapata, az olasz kollégák egy online kincskereső játékot készítenek, még most is dolgoznak rajta. Erről is fogok beszélni, annál is inkább, mert lesznek rajta magyar pontok is, legalábbis én küldtem be kettőt is, úgyhogy erre is lehet majd, ezzel is lehet játszani, de online. Akár az iskolából lehet közösen online játszani, vagy ha valamilyen rejtélyes okból otthon kell lenni, akkor otthonról is. Idén is van a lehetőség arra, hogy a Facebookon vagy a Twitteren Code Week-es keretet készítsen valaki, tehát a profil képéhez egy ilyen Code Week-es keretet, ezeket a színes buborékokat lehet oda tenni. Én majd alkalomattán ki fogom tenni a linket. Ez egy Twibbon nevű alkalmazás, azzal lehet ezt megcsinálni, és majd ki fogom tenni a online vagy a közösségi csatornákra a linket, és akkor bárki megteheti, ezzel hirdetve, hogy neki fontos a Code Week. Ahogyan említettem, most idén először lesz ilyen online hivatalos megnyitó. Ezen kívül megújult a tananyag tár, amit Learning Bits-nek hívnak, ahol óravázlatok vannak, és tanárok által készített tananyagok. Ebben már van magyar készítésű anyag is, Klacsákné Tóth Ágota tananyaga, de lesznek már, vagy vannak mások is, minden évben vannak újdonságok, például idén lett mesterséges intelligencia témában is ilyen tananyag. Megújult a blogja a Code Week-nek, egy kicsit megváltozik a honlap is, de ez inkább, hogy mondjam, apróbb események, vagy apróbb menü kiegészítésekben jelenik meg, és sok esetben inkább a nagykövetet érinti, tehát például idén már, hogyha visszautasítunk egy eseményt, akkor beírhatjuk, hogy miért utasítottuk vissza, és akkor kérhetjük például, hogy legyen szétbontva napokra, illetve idén már bevezették azt, hogy törölhetünk is eseményt. Eddig is törölhettünk, csak bonyolultabban. Ez tehát egy újdonság, és ahogy már korábban említettem, az online események lehetősége és száma is megnövekszik idén. És néhány újdonságról konkrétabban is beszélnék. Hát itt van ez a bizonyos tánc, ez nagyon izgalmas lesz, erre mi is rá fogunk úszni, hogy úgy mondjam. Ez a Code Week Dance kihívás, tulajdonképpen arról van szó, hogy találjunk ki valami jó témát egy jó csapattal, és egy koreográfia szerint valami táncot, dalt, animációt készítsünk el, ha akarjuk élő szereplőkkel, ha akarjuk animáció formájában, vagy ha akarjuk, akkor nem tudom, akár Lego figurákkal, vagy bíbotokkal, tehát sok lehetőség van. A lényeg az, hogy
táncszerűség és zene legyen hozzá. A zenét el is lehet készíteni. A néhány évvel ezelőtt a Kódvik jegyében egy webináriumon Nádori Gergely mutatott is ilyen eszközt, ez a Sonic Pi, amit van ez a kép, ez például olyan online alkalmazás, amivel lehet zenét programozni, majd ezt is újra meg fogom osztani, de megtaláljátok a digitális témahét csatornán, úgy kell rákeresni, hogy programozzunk képeket, tárgyakat, hangot, de ha beírjuk, hogy programozzunk képeket, akkor már meg lesz Nádori Gergely webináriuma. És hát itt alul van egy kép, amit szeretnék elmagyarázni, ez nem a Kódvikre készül, de fönt van a YouTube-on, nagyon ajánlom, aki még nem látta, ez egy ilyen algoritmus, ha jól több is van, de azt hiszem ez a buborékos rendezés algoritmusa, mégpedig csángó táncban bemutatva. Tehát ez nem akármi. Látjátok, hogy a táncosokon számok vannak, és a táncosokat sorba kell rendezni, tehát azt mutatja meg, hogy hogy történik, hogyan működik, hogyan megy ez az algoritmus valójában. Tehát kijön két táncos, ugye a 8-as meg a 2-es, táncolnak egy kicsit, majd ugye helyet fognak cserélni, úgyhogy mondjuk a bal oldalon legyen a 2-es, a kisebb szám, és aztán a 8-as pedig a jobb oldalon. És ez így megy körbe, vagy nem körbe, hanem így újra és újra megy, és mindig megy tovább, lép egyet tovább, és mindig két táncos jön, kitáncolnak egyet, és ilyen. Hát például ez is Kódvik Dance kihívás. Azt gondolom, hogy nagyon szép lenne a magyar kultúra megmutatná magát így ilyen táncokban, meg a többi ország kultúrája is, úgyhogy ez ebben sok lehetőség van, de hát nagyon népszerűek a robottáncok is, tehát Lego robottal vagy egyéb robottal nagyon szuper táncok lehetnek. És hát természetesen ez kódvikes, fel kell regisztrálni, de ami még érdekes, hogyha valaki az Instagramon erről megoszt képet, vagy valami rövid ott lehet megosztató videót, akkor minden nap lehet nyerni valamit, tehát a Kódvik csapata minden nap díjazni fog valakit. Úgyhogy aki erre szeretne ráúszni, annak ajánlom figyelmébe. Nagyon valószínű, hogy lesz magyar forduló, vagy hogy mondjam, mi is szervezünk majd ilyet magyar díjazással. Ennek tulajdonképpen valójában semmilyen akadálya nincsen, azon kívül, hogy találnom kell támogatókat, de mindjárt remélem is, hogy ez meg fog történni, és mint eddigi években mindig adódik olyan cég, aki szívesen támogatja a Kódviket. Tehát ez a Kódvik Dance kihívás. Ne felejtsétek el, hogy a hashtag CodeWeekDance használata szükséges a megosztáskor. Amúgy bármilyen egyéb esetben a megosztásnál hashtag CodeWeek így egyben az a használatos hashtag. Ha pedig magára a CodeWeekre, mint felhasználóra akartok hivatkozni, akkor kukac.codeweek.eu vagy kukac.codeweek.hu, mert olyan is van az Instagramon és a Twitteren is. Néhány egyéb ötlet az elmúlt évek alapján is, tehát idén is lesznek webináriumok, már megkerestem néhány embert ez ügyben, és még majd ezt szeretném megtenni, de itt is mondom, ha van köztetek olyan, akinek van egy jó, néhány jó ötlete, hogy ő mit szokott csinálni a gyerekekkel ilyenkor, és szívesen bemutatja, kérem, hogy
nyomban írjon nekem egy e-mailt, egy üzenetet, és találunk egy időpontot, egy szép esti időpontot is, akkor a kollégáknak megoszthatjuk egymásnak ezeket a jó gyakorlatokat. Úgyhogy ne legyen senki se nagyon túlságosan szerény, hanem ha van mit elmesélni, akkor nyugodtan. Igyekszünk pályázatot szervezni idén is, ahogy eddig években, és találni szponzorokat hozzá. Ugye offline foglalkozás is lehet, itt az offline alatt nem azt értjük, hogy találkozunk élőben, hanem azt értjük, hogy számítógép nélkül. Tehát tulajdonképpen a tánc például, majd mondjuk az a néptáncos dolog, az teljesen offline dolog, vagy unplugged programozásnak minősül. Lehet verseny, vetérkedő, és még egyebek, amiket már mondtam, és emlegettem itt már korábban a Kodikolor játékot, ez tavaly, a tavalyi év nagy slágere volt, ez a neve egy Kodikolor, és látszik itt a kis képen, arról van szó, hogy van egy kis robot, ez ott lent, és mindig egy másik, egy ilyen 5x5-ös négyzetrácson, mindig más színűek a mezők, és attól függően, hogy milyen színű, a robot egyenesen megy tovább a szürkén, és a sárgán meg a piroson balra-jobbra elfordul, és az a feladat, nagyon gyorsan le kell tenni valamelyik mező mellé a robotot, majd ő elindul, és ugye előre kell gyorsan látni, hogy majd mennyi, hol kell letenni ahhoz, hogy a legtöbb ideig a táblán maradjon, és ne szaladjon le róla. Tehát jobbra fordul, balra fordul, előre megy, így úgy, és hát nagyon vicces, és csapatban lehet, vagy egymással lehet játszani online, akár egy légtérben is, és akár otthonról is, és élőben, és mobiltelefonnal vidáman lehet játszani, de számítógépen is lehet játszani. Úgyhogy idén is szerintem jó ilyen partikat lehet szervezni. Ott van a linkje, kodikolor.codemook.net oldalon lehet elérni. Ezt is Alessandro Bojoló csapata fejlesztette, ahogyan ezt a nemzetközi kincskereső játékot, és ahogyan a Kodirobi kártyákat is, amelyek szintén az Unplugged programozáshoz tartoznak. Ezek ott fönt találhatók, a sárga, a zöld és a piros kártya. Erre épül egyébként a Kodikolor játék is, tehát ott zöld, ha a zöld kártyát húz valaki, akkor a robotjával egyet előre léphet. Ha a pirosat, akkor ugye jobbra fordul, a sárgát, akkor balra. A Kodikolornál ugyanez van, csak a zöld helyett a szürke van, tehát a szürkénél megy egyenesen tovább a robot, sárgánál elfordul 90 fokot balra, pirosnál 90 fokot jobbra fordul. Említettem, hogy van ez a Code Week for All kihívás. Ez tulajdonképpen arra ösztönzi a Code Weeken résztvevőket, hogy közös eseményeket szervezzenek, fogjanak össze egymással, és ez úgy működik, hogy ezért egy különleges oklevelet lehet kapni, tehát ez azt kell, hogy valaki elindít egy eseményt, annak lesz egy kódja alul, ahol mutattam az űrlapon, azt a kódot megosztja másokkal. Ha 10 közös eseményen vesznek részt, vagy 500 résztvevő diákot vonnak be, vagy, és most itt külön felhívnám erre a figyelmet, 3 együttműködő országból is részt vesznek ugyanazon az eseményen, akkor minden partner, aki részt vett benne, kap külön
általában januárban szokták ezt küldeni, egy ilyen kiválósági oklevelet az Európai Bizottság részéről, tehát ez egy kicsit különlegesebb oklevél, mint ami amúgy is van. Azt nem mondtam, hogy minden egyes eseményről, ha befejeztük és riportot küldtünk, tehát jelentettük, hogy megtörtént, és adtuk azokat az adatokat, azonnal letölthetünk egy szép színes oklevelet, amit kinyomtathatunk, és kirakhatjuk, hogy mi bizony részt vettünk a Code Week-en. Persze, ha valaki 10 eseményt szervez, akkor 10 oklevele lesz, az szerintem már nagyon menő, hogyha az iskolában kirakja őket. De ez a Certificate of Excellence, ez egy elegánsabb dolog. Ilyet is lehet szerezni, úgyhogy hát rajta. Ez a Code Week for All, vagy programozási hét mindenkinek kihívás. Jövő héten indul egy szuper dolog, egy úgynevezett Deep Dive online kurzus, vagy MOOC, ahogy tetszik. Ez egy online kurzus, amelyet a European Schoolnet és a Urbinói Egyetem, megint csak a Bolyoló professzor és csapata szervez. Ez egy 25 órás kurzus, 5 modulban, látjátok, hogy szeptember 16-ától október végéig tart, tehát az a 25 óra szépen eloszlik jó sok időre. Deep Dive kurzus, vagy Deep Dive course a neve, tehát egy kicsit ilyen mélymerülés. Nagyon fontos, hogy angolul van ez a kurzus, de nem kell felsőfokú nyelvvizsga hozzá, azt úgy gondolom. Viszont nem szükségesek előzetes ismeretek, és akár még szülőnek is ajánlják, hangzott el a szervezők részéről. Látszik, hogy itt az alapoktól kezdve mindenféle ötlet és mindenféle téma a robotoktól, a Scratchen keresztül a bütykölésig, vagy a Makerspace témáig előfordul, úgyhogy érdemes ezen részt venni. Én is beneveztem, tehát én is végig fogom nézni, hogy milyen ez. Aki tavaly részt vett, az mind nagyon dicsérte, és hát természetesen ingyenes, és természetesen itt is tanúsítványt lehet érte kapni, aki részt vesz ezen. Már körülbelül 2000-en jelentkeztek erre, és ez 16-án, tehát jövő héten indul, úgyhogy még érdemes regisztrálni. Itt a cím bit.ly/csupa-nagybetű Deep Dive 2020. Ajánlom mindenkinek a figyelmébe. Azt mondták el. Rita jelzi a cseten, hogy nagyon jó volt valóban, és ma bemutattak egy csapatnyi ilyen segítő tanárt, akik segítenek azoknak, akik nem tudnak angolul, de magyar nem volt köztük, úgyhogy olyan 9 más országban van plusz segítség, de tényleg nem olyan veszélyes. Amennyi angollal elboldogulunk, amire szükségünk van mindenképp itt a digitális technológia használatához, már el lehet indulni, és aztán tulajdonképpen egy ugródeszkának számít. Tehát az angol, ha a gyerekeknek mondjuk, hogy angolul ugye meg kell tanulni, tulajdonképpen mi is így vagyunk ezzel, nekünk is szükségünk van rá. És végül szeretném elmondani, hogy a fő honlapja a Code Week-nek, ugye a codeweek.eu oldalon található. Magyar nyelven a Facebookon az EU Code Week Magyarország nevű oldalt szeretném
kiemelni. Azért szeretném nagyon kiemelni, mert van egy Hungary nevű Facebook oldal is, amit a korábbi években egy másik partner hozott létre, de nem működteti. Tehát ezért hangsúlyozom, hogy a hivatalos oldalnak ez a neve, hogy EU-Kódvik Magyarország, ezt én szerkeztem, és minden friss hír itt jelenik meg először. Úgyhogy kérem, hogy kövessétek ezt az oldalt, tehát EU-Kódvik Magyarország. Ha magyarul írjátok az ország nevét, akkor megtaláljátok. A Europe Kódvik címen ugye a nemzetközi csapat jelenik meg, és a Digitális Témahét Tanári Fórumban, meg a Pedakód nevű tanári csoportban is meg szoktuk osztani az információkat. A YouTube-on van Kódvik Hungary csatornánk, és a Digitális Témahét csatornán is található kódolással kapcsolatos videók. Ahogyan említettem, megtalálhatók vagyunk a Twitteren, Kódvik EU ugye a központi csapat, és Kódvik Hungary a magyar csapat, és az Instagramon is fönt vagyunk mi is, és a központi Kódvik is, Kódvik EU és Kódvik HU címmel, illetve e-mailen elérhetők a nagykövetek a kodvikhu@gmail.com-on, és a Digitális Jólét Nonprofit Kft. Által üzemeltetett kodvik@dnkft.hu címen. Ez a cím nemrégiben változott, tehát ne a megszokott címet írjátok, tehát kodvik@dnkft.hu ez a cím, és igyekszünk gyorsan segíteni ötletekkel vagy tanácsokkal, és találkozzunk a 8. Kódviken, és legyen minél több élvezetes esemény, akár online körülmények között, akár iskolai vagy szabadtéri körülmények között. Mindenkinek kellemes Kódviket kívánok. Köszönöm szépen a figyelmeteket.